Sziasztok, itt vagyunk ismét a Super Sim Challenge következő részébe, és amint látjátok, ez egy másik korábbi mentésem, ugyanis attól a módtól, amit ugye az utolsó résznél volt, az kicsit megkargyult a játékom, nagyon belassult, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ezt inkább nem is erőltetem. Na szóval ennél a simnél viszont sajnos elveszítettem olyan dolgokat, amiket már megcsináltam, ezért újra kell megcsinálnom, például, hogy 10 azonosítatlan növényt kell beszerezzünk. De az jutott eszembe, hogy ezt most megnézem, hogy van-e, ugyanis most jelenleg ősz van, nem tudom, hogy találunk-e, de hogyha nem találunk, akkor nem fogom erőltetni, és nem is úgy fogom folytatni, ahogy a korábbi részeket, hanem másképpen. Tehát, hogy direkt azért is, hogy ne legyen egyforma. Na szóval, azért azt még megnézem, hogy mik maradtak meg, bár az úgyis, ezek ugye újak, ezek úgyis majd idővel kiderülnek. Úgyhogy mindegy, nem is erőltetem. Most megyek, megnézem, hogy van-e itt 10 azonosítatlan növény. Ó, hol van ő? De miért? Ez miért ilyen? A talaj. Valószínűleg benn van egy mód, amivel a talaj megváltozott. Na mindegy. Keres addig egy békát. Hát elég érdekes. Na majd, ha egyszer rájövök, hogy melyik mód lehet az, akkor majd kiveszem, de sejtem. Sejtem, de nem is látok itt növényeket egyáltalán itt. Ah, itt van. Pont mikor mondtam, akkor nincs. Gyere akkor ezt. Fú, de fura. Itt is van egy. Ez bazsalikom. Nem baj, leszedem, mert aztán mindig ezt fogom majd csak látni. Hát remélem, hogy azért a világokban nem változtak meg ennyire a talajszintek, vagy a talajviszonyok. Hát ez elég furcsa nekem. Na mindegy. Biztos én már mostanában nagyon sok egyedi tartalmat töltöttem le. És valószínűleg ez ennek az egyik ugye olyan, amihez bizonyos házakhoz kell, illetve épületekhez, és valószínűleg a között van egy ilyen mód. De egyébként meg lehet szokni. Egy kicsit másabb. Egyébként egy hete gondolkoztam ezen, hogy folytassam ezt az egész videózást, de úgy döntöttem, hogy csak folytatom, mert én szeretek, nagyon-nagyon szeretek videózni. Illetve azért vannak egy jó pár, akik azért nézik is a videókat. De maradok ennél, nem fog ezen többet változtatni, tehát marad ez, a Super Sim az biztos marad, még a másodikat nem tudom, de szerintem kettőnél többvel nem fogom folytatni, mert hát a mágusokat nem fogom folytatni, mert az egyáltalán nem néztétek. A Shellőt, azt, a Rex Turicsiszt, azt szerintem már mindenki unásig van, már én is untam egyébként, megmondom őszintén. Jól van. Hát akkor mi lenne, hogyha elutaznál mondjuk esetleg, meg még körbenézzük, hogy van-e itt valami az erdőbe. Gondoltam, hogy ebben a nagy erdőbe behozom. Ah, itt is megváltoztatta a te talajviszonyokat. Látok, tehát a köveket azt így se perc alatt megtalálom. Ja, igen, sütni akart magának, én meg beleszóltam. Hol vagy? Jó, utána, de nem kell neked egyből ajzét, ez is jó lesz. Tehát gyere ide, gyújtsd meg. De jó.
Nagyon szép kis virág. Jó, ezt leteszem, mert ez elég idegesítő, tudom, egy idő után. Nem sok minden van itt, bár lehet, hogy egy kicsit várni kell, amíg itt vagyunk, egy picit, egy kis időnek kell eltennie. Igen, közben, amit látjátok, magyarra is változtattam, mert valószínűleg így a legjobb, legbiztonságosabb. Így is lesz benne angol bőven. És amit mondtam, egyedi tartalmakat. Mezzo. Tegyél egy kis tüzet, és aztán süssél valamit. Mondjuk egy hotdogot. Én tudtam, hogy te nem vagy vegetáriánus. Igen, hát a főzése, már azt látom is, hogy az már annyi. Igen, azt már elértük ugye a 10-es szintet. Hát nem baj. Akarok neki családot, az minél hamarabb egyébként, elegem van már abból, hogy egyedül van. Úgyhogy hamarosan fogok is neki egy pasit találni. Meg is nézem, hogy van neki egyáltalán egy pasja, majdnem az inventory-t néztem meg, hát az érdekes lenne. Szerelme van-e? Jaj, két csaj van, hát csaj nem, de hogy lehet az a nesz? Na mindegy, az nem lesz. Valószínűleg az lesz, hogy le fogok tenni neki egy pasit. Csinálok egy pasit, és akkor le fogom neki tenni. És az lesz. Ugye mostanában én nagyon-nagyon szeretem, és ezt nem is titkolom, sőt, mondom is, hogy nagyon szeretem a Verona Simnek a Simjait, hisz azokkal játszok, a házait is nagyon szeretem, bár nincsen sok. A ruháikat is, úgyhogy én nagyon sokat onnan szedtem, hogyha valakit érdekel, hogy ennek a ruhák honnan vannak, ugye akkor menjetek a Verona Simhez, illetve ez a TSR oldalra, ahol lehet ruhákat letölteni. Meg minden más egyébként onnan is szoktam, tehát nekem ezért nagyon vegyes, úgyhogy már azt sem tudom, hogy melyik honnan van. Na, még gyorsan körbenézek, de akkor, ha tényleg itt nincsen, akkor nem erőlt. Opa, itt van egy. Pont van egy. Ez milyen? Ó, de jó. De jó. Ott meg itt is van. De ott még nem. Hát csak meg. Ja, de én azt hittem, hogy ő a vadőr. De nem ő a vadőr. Csak egy kiránduló. Ott is van egy. Na, itt azért már vannak. Vagy még lehet, hogy ez a terep viszont segített nekünk ezzel, hogy jobban megtalálom. Haha. Na szóval ott tartottam egyébként, ugye, hogy nagyon sok mindent, se a mágusokat nem fogom folytatni. Itt van egy bogár, ezt begyűjtjük, mert ez is kell. Mert ezt nem néztetek, aztán egyébként nekem nem is olyan túl izgalmas egyébként, mint ahogy gondoltam. Hol van a szívem? Hol vagy? És a Garden Flórát fogom. Az biztos, hogy fogom, mert ő volt az első szívem a videózásba, és én vele szeretném folytatni. Csak olyanokkal fogok most már folytatni, amit én is szívesen csinálok. Ilyen a szuper színben, ez a kihívás nekem nagyon tetszik. És a Garden Flora. Hát szerintem ennyi. Szerintem az a kettő elég lesz. Nyilván, hogyha valaki még szeretné, hogy valamivel folytassam, akkor fogom. Az összes mentésem megvan ezen kívül. Úgyhogy írjátok meg, hogyha úgy gondoljátok. De én egyelőre. Ó, gyere vissza. Ja, hogy ide, és ide fogsz jönni? Ez mi amúgy? Mi lenne, ha vágnánk ki oltványt? Imádkozó sáskát fogod. Ugyanis azt vettem észre, hogy hiába annyira nagyon sok videóval foglalkoztam, hogy egyszerűen apat is van, elkapkodtam a sok videózgatást. De jó. Nagyon jó.
És egy-egy címre nem is fordítottam annyi figyelmet, mint amennyit megérdemelt volna. De most ezt ott is elmentél? Na mindegy. Nem akarnak ezek teremni. Na mindegy, erről ennyit aztán. Többet erről nem is fogok mondani, mert ha van kérdésetek, nyugodtan írjátok meg a kommentbe, és akkor én majd válaszolok rá. Ott is vannak valamik. Fúj, de undorítok vagytok, de meg kell, hogy fogjam. És ezeket lehet el is fogom adni, mert volt olyan, hogy kimásztak meg. Tehát nem csináltak a szívemmel egyébként semmit. Csak egyszerűen eltűntek, viszont én meg el akarom adni, mert hogy pénz kell neki. 17 ezer szimolonja van, ami nem olyan túl sok. Hát kíváncsi leszek, mi lesz ez a undorító. Ú, megcsípte. Mocskos, üdös lett. Hát igen, de most muszáj így maradnod. Mit csinálsz? Nézd a felhőket. Jól van, nézed. De nyugodtan nézd a felhőket. Itt van egy pasi, de elég hülyén néz ki ez szerintem a... Gyere, itt van még egy azonosítatlan növény. Ezt is el... Ó, ez nagyon jó hely. Meg ezt is... Nézzelek csak meg... Nem. Te nem vagy nekem szimpatikus. Hát azért nem mindegyik terem. Viszont ha jól tudom, akkor nem itt van a... De mit akarsz? Hát na most nem megyünk oda, mert nem ott vagyunk most ki. Már jól hangzik a... ice creambe, ott is van. Lehet akkor itt már mindegyiket megcsináltuk. Itt zsája van. Hát ezt a zsáját is, mert kell a pénz most. Nagyon nincsen pénzünk. Szóval azt akartam mondani, hogy elméletileg itt kell lenni a remetinél. Csak hogy most nem olyan a talaj, ezért lehet nem is fogom annyira megtalálni. De majd mindjárt megnézem, hogy ha így megyek, akkor... Ja, és megfogadtam, hogy tényleg ezzel fogok, mert nagyon látszódik majd a... Hát itt lehet nem fogom most tudni megtalálni. Hát... Ó, itt van egy béka, itt van egy gomba, és sajnos ezt sem tudom azonosítatlan növényként. Úgy már nem jó. Megvan! Itt van. Ó, kényelmetlen érzelmi állapotban van. Nincs nálad valami, amit... Na figyelj, gyere ide! Először is, hol tegyem? Gyere ide! Ó, oda el tudtál volna... Hova tudtál volna menni? De most hogy fogom ezt megtalálni megint? Jó, a szúnyogok. Meg itt is rovarok. Na, gyere már. Na, várjátok, mindjárt megnézem, hogy nincsen neki esetleg... De, jaj, de jó van neki. Oké. Okay. Na, gyere ide. És akkor mindjárt... Használja a palackozott vízesést. És akkor megnyár jobb lesz. Ez micsoda? Nem tudom. Akkor ezt nem isszuk még meg egyenlőre, mert... És most felfedezzük.
Hát, ha ott is találunk pár azonosítatlan növényt, egyébként szerintem már nem is sok kell neki. 4 darab kell. Az már nem sok. Aztán jó lenne megcsinálni ebbe a részbe. Hát persze, hogy menj előre. Ezt azért tudom, mert ezt már ugye ezt végigcsináltam. Folyamatosan menjen. Remélhetőleg jól emlékszek még ezekre. Hát hagyja ott a tárgyat. Ez más, már másokat ír ki. Ah, de jó. Persze, hogy utazzon oda. Na, itt vagyunk a remeteházba. Na nézzük. Ott már van valami. Tudom, hogy merre kellene menni, mert ez a hely nekem most egy picit nagyon. Hát ne haragudjatok, de most kénytelen vagyok, nekem ez így gyorsabban megy. Én tudom, hogy nem olyan szépen látványos. Ott van valami, azt is ás ki. És itt, ha itt van a remeletelak. És itt is szoktak lenni azonosítatlan növények. Hát áfonya. Most leszületeljük, mert jó lesz majd enni. Bazsalikom zsája. Ja, ő a remete. Milyen gyors körülnézek itt. Bocsi, nekem ez a gyorsabb változat. Itt is van valami. Hát ez csak el tudja. Nem tudom, mióta jött be ez, távolítsa el ezt a részt, tehát. Jó, hát szerintem itt ennyi. Itt úgy látom, ide meg már nem tud feljönni, szerintem ez nem. Aha. Itt volt még egy hely, várjátok még itt emelre, ahol ilyen, tudjátok, ilyen bokrok, meg ilyen kis kert volt, inkább így mondom, kis kert. Gyere csak, igen, mehetsz utána. Megengedem egy kicsit. Aztán esküszöm neked, hogy segítek a szükségleteket feltölteni. Milyenek ezek a... Lehet, hogy árnyékban vannak. Érdekes. Na jól van, hát ez az azonosítatlan növény szerintem nem jókor jöttünk. Mindjárt meg is nézem, hogy a naptár szerint az első ősz van, még elméletileg még lenni kéne, mert vannak, amik ősszel teremnek. Úgy látszik, hogy nem valami sok. Aha, most megy. Jó, akkor utána. Ja, egyébként mivel foglalkozik? Ó, várjátok, az így nem lesz jó. Na, ezt is meg kell változtatni az állását, mert ez így nem jó. Valami másik állás kellene, mert ezzel, ne, hát... Mert ugye nem tudom, hogy ennek az állásnak, hogy van-e vége. És addig a többi állással nem halad, de mondjuk pénzt meg tudna vele keresni. Na nézzük, mivel tudna pénzt keresni. 1540. Vállaljuk el. Aha, digitál hamisítványt kell csinálni. Jó. Aztán tényleg jöhetsz ide nyugodtan. Beszélgethetsz ezzel a remetével, de aztán lehet, hogy aludni se ártana. Hát még annyira nem álmos. Lehet, hogy visszamegyek inkább vele a... Nem tudom, bemutatkozzunk a remetének?
De aztán lehet, mire újat kell csinálni, mert nem is ő lesz. Hát mindegy, beszélgessünk vele. Ó, itt is van valami. Ó. Ja, ezek csak csillognak, de hát sajnos. Egyiket se lehet. Ezek szerintem azért nem, mert... Pedig ez őszi. Nyári, őszi. Őszi, tavaszi. Ez is. Tegyél rá jó benyomást. Amúgy... Csak ismerjük csak meg. Lehet, hogy elkötelezés nélküli. Az könnyen lehet. Ismer csak meg. Pedig ez még nem is a rossz szín. Vula Shaka Teebs. Parsip Neebs. Sigluna. Korsoy. Kicsit olyan petőfis, de szerintem ettől még jó. Ú, nem tudom, hogy nektek mennyire hangos. Még mert újra kellett leszedjek mindent, mert... Ugye, ó, itt van valami. Jó lep, fa levelek. Jajam. Global Banfus Saquinario. Megkérdeztük tőle, hogy egyedülálló-e? Kumiao, Bouchard Flazel. Ó, számlánk van. És nem mondta? Természetjáró magányos és különc. Ó, francokat. Na jó van, tudod mit? Menj a szállásra. Ó, van egy váltogatónk, ezt fizessük már be, jó sokat kell fizetni, de úgy emlékszem, hogy ő nem is hiszével lakik házba, és 4000 kell. Na jó, akkor most kezdjük azzal, hogy eladjuk ezeket, mert még a végén nem marad pénze. Ó, várjál, ezt nem adjuk el, azt kibontjuk. Ezeket, mert aztán még a végén... Várjunk, mindent nem akarom eladni, mert ha sikerül még találni 3 darab azonosítatlan növényt, akkor úgy emlékszem a következő, hogy főzzön tányéron, igen, méhet, vagy legalábbis valami rovart. De most egyenlőre, mi lenne, hogyha itt ennél egy gyors ételt. Amúgy az adott eszembe, hogy milyen jó, hogy itt is ősz van egyébként. És az életben is, ugye itt nálunk is ősz van. Ez annyira jó. Megnézem hát, hogyha van itt még 3. 1. Biztos nem azonosítatlan növények. Ezek biztos nem azok. Jaj, de jó lenne ebben a részben, legalább ennyit meg lenne, hogy ez az egy. Bazsalikom. Ó, itt is van egy. Ah, ez bazsalikom, be ezt is. Vagy ez már lehet, hogy itt már jártunk. Amúgy most már kíváncsi vagyok, hogy változtatta meg a többi növényt, mármint a növényzetet. Ja igen, kicsit rá tekerek, hogy kicsit haladjon. Fáradt, hát igen. És most elmész horgászni? Vagy most mit csinálsz? Hát én örülök, hogy ilyen tevékeny vagy te, akkor gyere inkább aludni.
Oké. Jó, akkor ezt a részt itt hagyom abba. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!